Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Hírös Históriák című magazinműsorunk 2021. évi februári adását látják. Ahogyan az elmúlt évben, úgy 2021-ben is, minden hónap utolsó pénteki napján jelentkezik magazinműsorunk, amely kiegészítve népszerű nyomtatott helytörténeti kiadványunkat újabb és újabb érdekességekkel ismertetik meg Önöket. Mai műsorunk keretében szó lesz a helytörténeti magazinunkban megjelent a Kossuth tér és a Széchenyi tér találkozásán álló csodálatos épület az izraelita Tormási bérpalota megszületésének körülményeiről, majd rövidesen érkező stúdió vendégeimmel a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából egy kerekegyházi egyházi személy Vári Ferenc életútjának tragikus körülményeiről és a kutatás eredményeiről beszélgetünk. A téma kapcsán stúdiónk vendége lesznek Görbe László piarista szerzetes, a Szent Háromság plébánia plébánosa és Szalai József a téma kutatója. Végezetül ígéretünkhöz híven folytatjuk a rendszerváltás 30. évfordulóján és az azt követő néhány év során készült KTV archív felvételek bemutatását. Tartsanak velünk! Immár több mint két hónapja megvásárolható a Hírös Históriák helytörténeti magazin 2020 évi téli száma, amely a koronavírus járvány okozta nehézségek ellenére is újabb és újabb érdekességekkel ismerteti meg kedves olvasóinkat. A lap tematikájában minden alkalommal kiemelt hangsúlyt fektetünk a jeles városi épületek bemutatására, így most Horváth Roland történész kutatásaira támaszkodva ismertetjük meg Önöket talán sokak számára eddig ismeretlen izraelita Tormási bérpalota épületének történetével, amely a Kossuth tér és a Széchenyi tér találkozásánál tekint le városunk főterére. A Kecskeméten fennálló lakásínség enyhítése. E beszédes címmel jelent meg a Hírös Históriák téli számában Horváth Roland írása, amely a Kossuth tér és a Széchenyi tér találkozásánál álló izraelita Tormási bérpalota megszületésének körülményeit dolgozza fel. Egy olyan épület történetét, amelyre eddig talán kevés figyelem irányult, annak ellenére, hogy főtéri környezetünk egyik leggyakrabban látott elemei közé tartozik. Kecskeméten járva gyakran feltesszük magunknak a kérdést, hogy egyes épületeknek milyen története lehet, milyen háttere, kik voltak az építetők, ki voltak a tervezők. Az esetek legnagyobb részében erről ugye vannak forrásaink, viszont olyan esetekben, amikor semmiféle szakirodalmi anyag erről nem jelent meg, kénytelenek vagyunk levéltári forrásokhoz fordulni. Ennek az épületnek az esetében ugyanez volt a helyzet, majdnem 100 éven keresztül semmit nem tudtunk róla. A szakmai köznyelv úgy azonosította, hogy izraelita bérház. A valóságban nem így hívhatnánk, hanem a Tormási nővérek bérpalotája, vagy csak egyszerűen a Tormási bérpalota. Ha a történetét tekintjük, 1909-ig kell visszamennünk, ekkor meghalt Tormási ügyvéd úr, akinek az unoka Higoi megörökölték a mögöttünk látható telket, illetve megörökölték a vagyont is, ami lehetővé tette, hogy a mögöttünk látható épületet felépítsék. Maga az építkezés az csak 4 évvel később, 1913-ban vette kezdetét. Feltételezések szerint stíluskritikai alapon sokan úgy gondolták, hogy Komor Marcell és Akab Dezső építészpáros volt a tervező. A források ezt nem erősítették meg, viszont egy kecskeméti építőmester szerzőség áll itt, aki Stoly Antal volt, mai tudomásunk szerint ő pedig a magyar a kecskeméti téglagyárnak az igazgatója volt. A forrásokban előjön, hogy a lakásínség enyhítését próbálja megoldani az építetők, és maga a város is ezt ösztönzi, így mind a Rákóczi úton, mind pedig a beépülő félben lévő főtéren is előtérbe helyezték az olyan bérpalotákat, amiknek a lakásait kiadhatták különböző családoknak, személyeknek. Mint tudjuk, a Népbank esetében maga Kadellek vásárolt egy lakást, illetve Sárai Szabó család vásárolt egy telket a Rákóczi úton, amelyre eredetileg terveztek volna bérpalotát is, viszont a világháború miatt ez nem készülhetett el. Tormási nővérek esetében ugyanez volt a helyzet, ők tisztviselői lakásoknak kialakított bérpalotában gondolkoztak, tehát itt mindenképpen a saját tulajdonban maradt volna meg az épület, a különböző lakásokat pedig városi, illetve megyei tisztviselőknek osztották volna ki.
ha megnézzük, hogy az épület homlokzatát és általában a homlokzati architektúrát, feltűnő, hogy nagyon hozzáidomul a mellette látható iparos otthonhoz. Itt valószínűleg az építő és maga az építész is gondolt arra, hogy valamilyen szinten összehangolják a két épületet, de hozzátehetjük művészet vagy építészet történészként, hogy az 1910-es években már az országos szintű építészek nem terveztek ilyen homlokzattal, tehát ők vagy a funkcionalista vonalon mentek tovább, vagy pedig a neoklasszicizmusba gondolkoztak elsősorban. Ennél a homlokzati architektúránál tehát valószínűsíthetően Stoly Antal vagy nagyon kedvelte ezt a stílust, vagy direkt hozzá akarta idomítani a mellette látható iparos otthonhoz. Több épületnél is feltűnt a kutatások során, hogy igyekeztek a helyi ipart támogatni, tehát itt elsősorban az építőiparra, az ácsokra, illetve a vasművesekre kell gondolnunk. Ez ugyanígy igaz ennek az épületnek a kivitelezéseinek esetében is. Így például Kis Mihály és a Csapó társulat, ők például a Cifrapalota építésében működtek közre, ugyanígy pedig építőmesterként ennek az épületnek a kivitelezését felügyelték, de több mint 4 éven keresztül, ugye az első világháború alatt bekövetkező pénzügyi romlásnak köszönhetően. Híres és vagy nevezetes kecskeméti személyek is éltek ebben az épületben. Az első ezek közül Sándor István, akit mint úgy ismerünk, hogy az aranykor utáni polgármester. Ő eredetileg a város javára szerette volna, vagy tulajdonában megszerezni ezt az épületet. Ezt végül lehetetlenné tette az a körülmény, hogy a tulajdonosok, pontosabban a társtulajdonosok olyan szerződést kötöttek az építőmesterrel, akinek kizárólagos joga volt arra, hogy értékesítse az épületet, ő pedig a Magyar Alföld szerkesztőjével, dr. Lővi Ödönnel kötött szerződést, aminek következtében az ő tulajdonába került maga az épület. Azonban ettől függetlenül Sándor István valóban éveken keresztül még itt élt. Ha mai kecskeméti szemmel visszanézzük az épületet és közvetlen épített környezetét, feltűnő, hogy az épület mellett álló Lordok palota vagy Lordok háza ugye mind stílusilag, mind elrendezésileg nagyon előtt a környező épületektől. Itt tudnunk eredetileg, hogy maga a Tormási bérpalota és a már nem létező katolikus bérház között eredetileg is egy fokhíj volt. Egy egyszintes polgárház volt itt, amit dr. Horváth Mihály tulajdonában volt. És ugye a 60-as években ezt általában közismert, a bérházat lebontották, viszont a fokhíjat feltöltötték, következmény pedig, hogy egy olyan kis és stílusidegen épület került két szecessziós épület közé, ami a mai magyar szemnek és a kecskeméti szemnek azért szemet szúr. Minden évben országosan február 25-én emlékezünk meg a kommunista diktatúrák áldozatairól. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, a kommunistákkal szembeni kiállása miatt, majd a Szovjetunióba vitték, ahol 8 évet töltött fogságban, először a Gulágon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. Mai stúdióbeszélgetésünkben egy készülő kötet kapcsán Vári Ferenc sors tragédiájáról beszélgetünk, aki a szentesi, majd 43-tól kerekegyházi plébánosként több mint 5 évet töltött a kommunista rendszer börtöneiben, internálótáboraiban. A kecskeméti ávó 1948. június 17-én koncepciós kirakatperben mintegy 30 kerekegyházit tartóztatott le, közülük 10 kerekegyházival szemben indult különböző politikai megtorlás. Az ügy kapcsán stúdiónk vendége Görbe László piarista szerzetes, a Szentháromság plébánia plébánosa, és Szallai József a téma jeles kutatója. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Szeretettel köszöntök mindenkit. Első körben Szallai urat szólítanám meg, hogy honnan jött ez az ötlet, maga a gondolat, hogy el kell kezdeni foglalkozni Vári Ferenccel. Hát elsősorban politikai elítéltek után kezdtem kutatni. Ja, tehát 1956-os téma keltette fel a figyelmem, és először élő tanúkat próbáltam felkutatni a politikai üldözöttek közül, majd később 2010 és 12 között kezdtem levéltári kutatásokba, és gyakorlatilag a budapesti állambiztonsági szolgálatoknál szembesültem ebben a kirakat perrel. Hát ez hosszabb időt vett igénybe, mire gyakorlatilag megfejtettem, hogy ez egy koncepciós kirakat per, és ebben 10 kerekegyházi van, amelyikkel szemben különböző politikai megtorlás indul. És itt
az elsőrendű vádlott, illetve maga a kirakat per Vári Ferenc személyére épül. Ő a legszimbolikusabb alak ennek a kirakat pernek, aki több mint 5 éve töltött valóban különböző börtönökben, internáló táborokban. És hát hihetetlen, hogy maga ez a kirakat per szinte percről percre, vagy napról napra pontosan hogyan volt megírva a forgatókönyve, az a legapróbb részletekre kiterjedően is. Tehát egészen a gyakorlatilag 1947. november közepétől indul ki ez a dolog, ekkor van az első jele a kirakat pernek. A Szirtes János Katolikus Szülők Szövetségének az elnöke ekkor tiltakozó gyűlés szervez, nem ő szervezi, bocsánat, hanem hát ő tiltakozó gyűlést tart, vagy beszédet tart az egyházi iskolákban az állami tankönyvek bevezetése ellen, és Szirtes Jánosnak a meghurcoltatása kizárólag erre a beszédre épül. És 1948. februárjától gyűjtik Vári Ferencről, meg Pukhar Győző, majd április-májusban pedig valamennyi személyekről a terhelő adatokat, amelyre épültek maga a célirányos kihallgatások, a vádiratok, és hát maguk az ítéletek is, ezek szinte mind kohort vádak voltak. Említettük azt, hogy hány embert fűznek föl Vári Ferencre tulajdonképpen. Akár mondhatjuk egy grőszper, vagy egy mincenti perhez hasonlíthatnánk is ezt a fajta eljárást. Ugye kerekegyházi személyekről van szó, kerekegyházi területről, Kecskemét vonzás körzete. Milyen konkrét vádakat tapasztalt a perben, amelyekkel első körben megfogják, megszorítják Vári Ferencet? Hát ezek nem konkrét vádak. Mondjuk példát rá, tudjuk azt, hogy milyen sok esetben nevetségesnek is mondható. Igen, hát ezek mind kohort vádak voltak. Érdekes módon például szovjetekhez kapcsolódó kijelentéseket több személlyel szemben építettek be maga a kohort vádak közé. Hát, hosszú volna felsorolni ezeket, mert annyira. Hogy kapcsolódott ebbe az ügymenetbe Görbe atya? Erről is tájékoztassuk a nézőket. Tulajdonképpen engem Szalai József úr azzal keresett meg, hogy Vári Ferenc nem volt rehabilitálva tulajdonképpen. Tehát őt elítélték rémhírterjesztésre. Igazából a vád az a rémhírterjesztésről szól. Tulajdonképpen itt az állami, az egyházi iskolák államosításával kapcsolatban készült egy koncepciós per, hogy nem ez lett az egyházi iskolák államosításának az úgynevezett vezető pere, ez a Pócspeti tragédia miatt történt, hiszen Pócspetiben történik egy hasonló tüntetés, ami kerekegyházán is majdnem volt, ahol egy rendőrnek elsül a puskája és agyonlövi a másik rendőrt, és ebből hát a helyi jegyzőt kivégzik, a helyi plébános életfogytigran ítélik, majd először halálra, majd életfogytigra csökkentik. Tehát ilyen értelemben a kerekegyházi per valójában csökkenti értékű lett, hiszen nem lett annyira nyilvános, mert itten csak a rémhírterjesztést tudták valamilyen módon bizonyítani a különféle gyűjtött adatok alapján, amit a Szalai József nagyon jó összeszedett, és nyilván lehetett látni a rendőri letartóztatásból, az ítéletekből, hogy ugye először 3 évre ítélik, majd ezt csökkentik 2 évre, és akkor utána 3 évre internálják. Tehát ez gyakorlatilag sokkal súlyosabb büntetés lett volna szerintem, ha Pócspeti tragédia nincsen. Ilyen értelemben szerencsés a helyzet. Milyen helyszíneken járt Vári Ferenc? Tudjuk ezeket az internálótáborokat Magyarországon ebben az időszakban, a Rákosi diktatúra mondhatni legkeményebb időszakában. Soroljuk fel ezeket a helyszíneket, és hogy mennyi időt töltött itt? Hát közvetlen a kihallgatás követően a dél-budai internálótáborba került. Onnan hozták 48. október 30-án Kecskemét tárgyalásra, majd ezt követően oda is vitték vissza
a dél-budai internáló táborban, és hát ott néhány nap múlva eszébe jutott valakinek közben, hogy őt 3 évbörtönre ítélték, és hát hogy az internáló tábor nem azonosabb börtönnel, és ekkor a gyűjtőfogházba szállították, majd a Markó utcai börtönbe, utána a gyűjtőfogház, ezt követően pedig a Váci fegyház, és hát ott szabadul gyakorlatilag 1950. július 4-én, és hát ekkor már az állambiztonsági szolgálatok előre eldöntötte szinte, hogy internálni fogják, és hát több mint 3 évet ezt követően a kistarcsai internálótáborban töltött. Mi történik vele a kistarcsai internálótábor utáni időszakban? Hogy van jelen Vári Ferenc Kerekegyházán? Hát Kerekegyházára nem kerülhet vissza, tehát ugye 50, tehát ugye az ő plébános helyét betölték először adminisztrátorral, és tulajdonképpen adminisztrátorban Kerekegyházán. Először Alexi Géza a adminisztrátor plébános, utána pedig Tököli István lesz a plébános, és gyakorlatilag 56-ban kerül szó arról, hogy visszakerül, de ő is azt mondja, hogy várjuk ki, hogy mi lesz a helyzet, miután a forradalom elbukik, akkor kiderül, hogy nem kerülhető soha többet vissza Kerekegyházára. Ő ezért szentesen lesz tulajdonképpen plébániai kormányzó, és ott is hal meg. Pontosabban arra irányult a kérdésem, arra akart irányulni a kérdésem. Azt megkérdezzem, önmagában egy elismert ember volt. Kerekegyházán egy igazi szervező, hogy mégis azért azt gondolom, hogy a kapcsolattartás az csak nem szakadt meg, hiszen ő sajátjának tekintette Kerekegyházát, a kerekegyházi embereket. Ennek vannak-e nyomai, hogy ő próbált azért kapcsolatot létesíteni 56 után is kerekegyháziakkal, vagy a kutatás során ez nem derült ki? Hát néhány személyel tarthatott, de ugye többségében nem, hát őt ő ellen egy olyan gyűlölet propaganda, egy olyan lejárató propaganda indult, aminek kapcsán ő nem érezhette jó magát ott Kerekegyházán. Végülis egy ahogy szabadul az internáló táborban, még néhány napig ott nyilván van tartva, de igazából tevékenységet nem folytatott, és ezt követően kerül vissza Szentesre. De tulajdonképpen egy megtört emberről beszélünk. Igen, igen. És a szentesi időszakban tulajdonképpen beilleszkedik ott, vagy elszigetelten éli le az életét? Mikor hal meg egyébként Vári Ferenc? 1976-ban. Hát ott ő maximálisan beilleszkedett oda a közösségbe, és hát nagyon nagy tisztelettel tekintenek rá, még ma is, akik emlékeznek így rá. Úgyhogy... Beszéljünk egy kicsit a többi 10 szeméről. Mi lett ezeknek az embereknek a sorsa? Az ítéleteiket kellene összefoglalni. Mi lett az ő életüknek a folyamánya ezután a koncepciós eljárás után? Hát vannak, akiket tönkretettek sajnos, például dr. Mócár Antal is beleroppan ebbe a dologba. Hát a 3 családja közül 55-ben meghal, és hát 56-ban a 3 családja közül 2 diszidál, egy Ausztráliába, egy Kanadába, és a kanadai József fiúk, aki előtte bőrkereskedéssel foglalkozott, és hát 5 évre ítélték őt is, dokumentumok tanúsága szerint. Ő soha nem tért vissza Magyarországra is, és nagyon szomorú tényleg, hogy a 3 testvér közül egy, aki Antal az legidősebb, az Budapesten maradt, ő ott van eltemetve, egy Kanadába, egy Ausztráliába, 3 testvér, 3 világrészen, szóval borzasztó tragédiák ezek, és tényleg a József ezt követően, a disszidálás követően soha egyetlen testvére, az édesanyjával sem találkozhatott, aki 1992-ben halt meg végül. Megfordul az ember fejében a kérdés, hogy ma, 2021-ben ez a jelenség. Azért bizonyára akkor, 1947-től azért ez fölforgatta a Kerekegyházát és az egész kerekegyházi társadalmat. Hogy ez az esemény, ez az eset, ennek a traumája hogyan van ma jelen egyáltalán Kerekegyházán, hogy ez történt 1945 után egy kerekegyházi csoporttal, akik lelkesen kiálltak a kommunizmussal szemben?
Hát itt leginkább a traumák a közvetlen családtagokban élnek, hiszen erről senki nem mer beszélni. Hát, és talán még most is közömbösséggel fordulnak az emberek egy része ez a téma iránt. Hát nagyon szomorú ezt tapasztalni. Mi ebből a tanulság az, hogy amiben belefogott, annak azért nagyon komoly súlya és jelentősége van, hogy az a kutatás, ami hát immár elég tetemes tartalommal, nagy oldalszámmal, kézirat formájában elkészült, pontosan 230-40 oldal terjedelmű kéziratról beszélünk, megjelenés elé kerülhet. Beszéljünk egy kicsit erről is, mekkora munka ott, mennyi ideig foglalkozott ezzel a témával, és esetleg ebben a munkában Görbe atya milyen segítséget tudott még nyújtani? Hát ez kicsit hosszú, mert gyakorlatilag 2014-ben képviselőtestületi döntés született arról, hogy ezt feldolgozzuk, bemutassuk ezt a pert, csak sajnos az ellenzék ezt megakadályozta szó szerint is, és ezt követően 16-ban volt lehetőség a Nemzeti Emlékezet Bizottság részéről, hogy pályázat útján 56-os forradalmat fel lehet dolgozni, és itt ennek 17-ben jelent meg a 56-os megtorlás szenvedő alanyjának az élettörténetének a bemutatása, és hát ahogy meghiúsult gyakorlatilag 14-ben ennek a pernek a bemutatása, időközben azért számtalan információ jutott az ember birtokába, aminek kapcsán rengeteg értékkel bővült ez az egész anyag. Úgyhogy ma hihetetlen tényleg, hogy különösen az egyház történelmünket nézve, hogy mi minden megtörténhetett akkor a keresztény értékek mögött, egy egyház belül, szóval, mert hát az adatgyűjtők, az adatközlők ott voltak végig, és hát ezeknek sajnos látom a munkáját, a munkájukat, a tevékenységüket. Görbe atyához fordulok. Milyen jelentősége lehet ennek a kiadványnak a lokális vagy mikroegyház történeti tanulmányokra? Milyen jelentőséget lát ennek, hogy ez a kötet meg tudjon jelenni a magyar egyház történet vonatkozásában? Én azt gondolom, hogy egy dologgal kell szembenézni, hogy a történelem az mindig gazdagít bennünket. Nem biztos, hogy dicső a történelmünk, nem biztos, hogy büszkék lehetünk rá, de azzal, hogy megismerjük, azzal biztos alapokat teremtünk magunk körül. És valamilyen módon fel kellene dolgozni ezt a kérdést át. Én mind diákként is, meg egyházi emberként is éltem benne, és nem nagyon mertünk erről beszélni. Tehát ez a téma ilyen értelemben nem nagyon lehet róla beszélni, és nagyon érdekes dolgot szeretnék még elmondani, ugye én próbáltam utána segíteni, hogy a Vári Ferencet rehabilitálják, ugye a család nem rehabilitálhatja, mert csak személyesen lehet kérni, vagy jogfogyt, vagy családtag kérheti. Most miután őneki nincs, van egy olyan hát kitétel a törvénynek, hogy a egyházi elöljáró kérheti. Tehát először ugye a Váci püspököt kértük, mert hiszen az Váci egyházmegye volt, akkor leutasította a legfelsőbb bíróság, hogy a Váci püspök már nem illetékes, mert Kalocsához tartozik, akkor kalocsai érseket megkértem, az is megadta az engedélyt. És akkor mindig egy olyan kitételt tettek, hogy bár nem teljesen jogos a fölterjesztésünk, de annyira alapos a fölterjesztésünk, hogy megadták a rehabilitálását az embernek. Tehát, hogy tulajdonképpen szembe kellene nézni, hogy hány rehabilitálatlan ember van még környékünkön, hogyha ha igazában szeretnénk alaposan a jövőnket megépíteni, mert tulajdonképpen ilyenkor ingoványos talajokon állunk, ha nem nézünk ezzel szembe. Azért a beszélgetésünknek a rezüméjeként így a sajnálatos emléknapon azért elmondhatjuk, hogy egy amatőr kutatóként elinduló ember lelkesedésből beleássa magát egy embernek, vagy a hozzá kapcsolódó kapcsolati hálónak a föltárásába és annak a megtorlását földolgozza. Aztán pedig eljut egy érseki szintre, amiből történik egy rehabilitáció, amely alapvetően azért ezt az ügyet, ha már haláluk után is, de azért csak helyre tette.
Én azért nagyon bízom abban, hogy ennek a példának az alapján nagyon sok ilyen hasonló esettel találkozhatunk még az elkövetkezendő évtizedekben, hiszen erre nagyon nagy szükségünk van, hogy minél több ilyen szemét lássunk magunk előtt. Igaz, mint áldozat, de mégis valamilyen szinten azért a magyar társadalom történetéhez hozzátartozóan előre vigye ezt az ügyet. Én nagyon megköszönöm önöknek, hogy eljöttek, megosztották velünk gondolataikat, és hát nagyon sok sikert kívánunk, és biztatjuk a kedves televízió nézőket is, hogy minden segítséget, anyagi forrást is adjanak meg ahhoz, hogy ez a kötet megjelenhessen, bemutatva ezzel egy Kecskemét környéki megtorlást. Köszönöm szépen, és további is sok sikert kívánok a munkájukhoz. Köszönjük szépen a lehetőséget. Ahogyan országosan, úgy Kecskemét életében is jelentős változásokat hozott az 1990. esztendő, hiszen a rendszerváltás keretében megrendezték hazánkban az első szabad országgyűlési, majd az önkormányzati választásokat is. A 30 évvel ezelőtt lezajlott eseményekről stábunk és a Kecskeméti Televízió igyekezett napra kész és pontos információkkal ellátni a város lakosságát. A mai adásunk alkalmával folytatjuk az első szabad választás kapcsán készült archív felvételek bemutatását. Vendégünket, akit a sors szeszélye erre a helyre jelölt ki, dr. Csorbai Ferenc az Agrárszövetség nevében van itt. Öné a képernyő 3 egész percre. Köszönöm szépen, megpróbálok élni a idő által adott lehetőségekkel, bár rendkívül nehéz 3 percben egy politikai szervezet mellett agitációt kifejteni, még ha azonosulunk is annak a céljaival. Úgy gondolom, hogy önök az Agrárszövetségnek az általános célkitűzéseit, az általános célkitűzéseit ismerik, így ezekre nem is akarnék szólni, csak a helyhatósági választásokkal kapcsolatos tevékenységünkről. 2 körzetben indítunk jelöltet, azzal a nem titkolt céllal, hogyha a választásokon sikereket érünk el, akkor szeretnénk tevőlegesen részt venni a körzet mezőgazdasági fejlesztésében. Szándékosan használtam ezt a fejlesztés szót, hiszen az Agrárszövetségnek az a célja, hogy a mezőgazdaságban fejlesztés és ne szétrobbantás történjen. Ne feledjük, hogy ebbe a körzetbe az országban az elsők között alakultak ki azok a üzemi, szervezeti formák, amelyek a háztáji termelésnek a fejlesztését, a szakcsoporti ültetvényeknek a létesítését, a bérelt gyümölcsösöknek a megalakulását lehetővé tették, és ezeknél a tevékenységeknél úgy gondolom, hogy az embereknek, akár a városi lakóknak is, de akár az üzemekben, termőszövetkezetben, gazdaságban dolgozóknak is egész tűrhető anyagi lehetőségeket teremtettek a mezőgazdasági fejlesztés által. Elnézést, időként puskázni fogok, mert levéstem ide magamnak néhány gondolatot. Hát, hogyha ezeket a ma is korszerűnek tekinthető eredményeket figyelembe vesszük, emellett nem feledkezhetünk meg a mezőgazdasági üzemeknek arról a tevékenységéről se, amit részben munkahelybiztosítással adtak a körzetnek. Másrészt a körzet, hát az ismert itt ez a tanyavilág, illetve a kisközségek, ezeknek az infrastruktúrális fejlesztésébe, a tagjaik, dolgozóik létfeltételének biztosításába kifejtettek. Nem, most, amikor ezek a nem csak az asszály, de a bankok által is erősen megnyomorított mezőgazdasági üzemek nem vetnek, nem műtrágyáznak, talán el kellene gondolkozni azon, hogy a felrobbantásuk helyett nem egy hatékony a mezőgazdaság fejlesztését segítő kormányzati döntésre lenne inkább szükség, mint felrobbantásukra. Egy hegeli gondolattal szeretném zárni, és egyben ajánlani is jelöltjeinket az önök figyelmébe. Ez a gondolat pedig a megszüntetve megőrzés. Úgy gondolom, hogy részben talán főiskola adjunktus voltomból is adódik, hogy mindenből akár a termelésre vonatkozó, legyen az akár szervezeti keret, legyen az akár egy eszközrendszer, de elsősorban is a tudás, meg kell őrizni azt, amit jó, és talán a későbbi fejlesztésekbe ebbe az Agrárszövetség hozzájárulhat. Köszönöm szépen a figyelmet. Én is köszönöm a program nyilatkozatát.
Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunk keretébe. Keressék továbbra is a Kecskeméti Média Centrum nagy érdeklődéssel kísért helytörténeti kiadványát, a Hírös Históriák magazint, a Kecskeméti Média Centrumban, a Líra könyvesboltban, a Kóborló könyvesboltban, a Piaszcsarnokban, a könyvvárosnál, illetve az újságárosnál. Én ezennel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!